Sziasztok harcosok, sziasztok túlélők, sziasztok ninják, Eszter vagyok, és köszöntelek benneteket a csatornámon. Ahogy tudjátok, az itt látható videók a narcisztikus kapcsolatokról szólnak, és aki még nem iratkozott fel, de érdekli a téma, az tegye meg most, akinek meg majd ez a videó tetszik, az adjon nekünk egy lájkot, és aki hivatalosan is szeretné anyagilag támogatni a csatornát, és így hivatalos ninjává válni, a ninja osztag tagjává válni, az itt a videó alatt nyomja meg a csatlakozás gombot, és olvashat a részletekről. Rengetegen vagyunk már, és várjuk mindenki csatlakozását, már csak azért is, hogy ez a csatorna sokáig fennmaradjon. Na, ma egy szuper témával készültem nektek, az pedig egy olyan téma, ami alól egyikünk se kivétel, mindannyian az utolsó ninjáig megtapasztaltuk ezt, mert ez a dolog, ez a tulajdonság az összes narcisztikusban jelen van. Tök mindegy, teljesen mindegy, hogy hol van az az alak a spektrumon. Vagy csak narcisztikus viselkedési formát mutat, vagy pedig diagnosztizált narcisztikus. Teljesen mindegy, hogy hol helyezkedik el a spektrumon. Minden narcisztikus ezt teszi. És mi az, ami minden narcisztikusban egy közös nevező, és mi mindannyian megtapasztaltuk ezt a viselkedést, és mindannyian nagyon-nagyon sokat szenvedtünk, vagy szenvedünk még tőle, az pedig a vetítés, a projektálás. Amikor a narcisztikus azt mondja, hogy te valami vagy, vagy olyan vagy, vagy ez te vagy, vagy ez a te tulajdonságod, ami teljesen világos számodra, hogy te nem az vagy. 100%-ig nem az vagy, aminek ő téged kikiált, aminek ő téged jellemez. Ezt mindegyik csinálja. És miért csinálja mindegyik narcisztikus ezt? Ez abban gyökerezik, ez a vetítés abban gyökerezik, hogy ezek az emberek, akik introspekcióra, önreflexióra nem alkalmasak, nem érdekli őket, nem tudják, hogy kell csinálni, nem igényli az önreflexiót, valahol az ő lelki terhe a hibáinak, az elrontott életének, az elrontott akcióinak, a cselekedeteinek a lelki terhe, mivel önreflexióban nem alakul át, ezért valahogy ki kell, hogy jöjjön. És a narcisztikus nagyon-nagyon nehéz bőröndöket cipel magával, és ezek a bőröndök tele vannak az ő lelki terhével. Na most, mielőtt tovább megyünk a témába, nézzük meg, mit jelent ez a szó, hogy projection, hogy projektálás, hogy vetítés. Emlékeztek, mikor kicsik voltatok, és akkor még ott diavetítővel játszottunk, meg vetítgettünk, meg az iskolában voltak a projektorok, akkor ugye a vetítő magából, a képből eredt az image. Amikor én is tanítok az egyetemen, ugye, van a projektor, vagy az én komputerem, és abból ered az image, és kivetítődik egy másik felületre. Tehát ugyanez van a narcisztikus kapcsolatokban is, hogy van a projektor, tehát a vetítő, aki a saját magában létező image-et, a saját magában, itt most átvitt értelemben létező tulajdonságot vetíti egy teljesen másik felületre, a falra. És ez a fal most mi vagyunk, mi ránk vetítik ezeket a dolgokat, amelyek ő bennük, mint vetítőben rejlenek, és ez a vetítés, ez az egyetlen csatorna számukra arra, hogy ezektől a tudat alatti terhektől megszabaduljanak. És ennek ugye mi isszuk meg a levét. És ez hogy mutatkozik? Többféleképpen mutatkozhat. Eleve mutatkozik a befeketítő kampány, a lejárató kampány által, amikor vége a kapcsolatnak, vagy van egy csendelverés, vagy van egy veszekedés, és ezek az emberek már mennek ki a barátaikhoz, a városba, a faluba, a társadalomhoz, ellopják a narratívát, újra kreálják a retorikát, újra kreálják a narratívát, és elkezdenek rólad olyan dolgokat mondani, amelyek egyáltalán nem igazak. Na most,
Honnan tudjuk, hogy nem igazak? Azért, mert te ismered magad. Te pontosan tudod, hogy az, amit rólad mond, még véletlenül sem téged reflektál. Egy percig sem az vagy, akinek ő téged titulál. Semmiképpen nem tudsz ezekkel a dolgokkal azonosulni. És ezt én is felvállalom, mert nálunk is volt ilyen, mikor rám mondtak olyan dolgokat, de majd mindjárt mondom a példáimat. Nem, ez nem én vagyok. És kikérem magamnak ezeket a jellemzőket, ezeket a jelzőket, amelyek abszolút 100%-osan nem rám vonatkoztak. És ezt te is tudod magadról. És ne is legyen benned semmiféle kétség, hisz ismered magadat, te nem vagy egy narcisztikus, te önreflexióra képes vagy, te ismered magadat, te tudod nagyon jól, hogy ilyen légből kapott jellemzések egyáltalán nem állják meg a helyüket. Ezek hülyeségek, amiket rólunk mondanak egy befeketítő kampányban. Szóval ott már a befeketítő kampányban már ők magukról projektálnak ránk, magukról projektálnak, magukról vetítenek ránk. Mi vagyunk a felület. Azért, mert triggerelve vannak, azért, mert provokálva vannak, azért, mert az idegeiket valamilyen képpen megpiszkáltad, azzal, hogy ott hagytad őket, azzal, hogy volt egy veszekedés, azzal, hogy egy narcisztikus sértést adtál nekik, és ezzel ezt a triggert, ezt a provokációt megadtad nekik, és már azonnal elkezdenek projektálni, elkezdenek vetíteni állandóan. Tehát a befeketítő kampány idegenek felé az mindenképpen egy projekció. Rólad, belőlük, a te felületedre. A vetítés másik körülménye az az, amikor közvetlenül téged használ felületnek, nem másokat boldogít a sztoriával, hanem közvetlenül téged használ felületnek, rád vetíti, hogy ilyen vagy, olyan vagy, ez vagy, az vagy, főleg amikor provokálva, triggerelve van, főleg amikor érzi a vesztét, főleg amikor valami majdnem már kiderülőben van, főleg amikor te szagot fogtál, és akkor azonnal megy ez az azonnali visszatámadás, ez az azonnali visszavetítés, ez a hazugságok, hazug jelzők, jellemzők rólad. Mert ugye a támadás az a legjobb védekezés. De itt ennek a projekciónak van egy extra csavarja. Az pedig az, hogy ezek igaziból gyónások, beismerések, projekciók által. Mert ő magát vetíti ki. Tehát amikor azt mondja, hogy Eszter, te egy idióta vagy, csak mondok egy hülye példát, akkor ő igaziból azt mondja, hogy ő az a jelző, amit ellened használt. Mert neki rengeteg lelki terhe van, nem tudja ezt máshogy feldolgozni, önreflexió nincsen, nem tudja magából kiadni, csak egy vetítő felületre tudja ezeket a tudatalatti terheket, lelki disszonanciákat, lelki terheket rád vetíteni. Na most a kérdés. Van-e olyan, amikor mi nem narcisztikus emberek, nem toxikus emberek, nem személyiségzavaros emberek, esetleg mi is vetítenénk másra? Biztos, hogy van, de mi ebből nem csinálunk sportot. És ha valaki nekem azt mondja, hogy Eszter, ide figyelj, nem volt jó ez az előadás, vagy lehetett volna jobb is, én szerintem itt meg itt elcsúsztál, tehát ha valami kritikát ad, vagy bármiféle kritikát, akkor én nem kezdek el azonnal vetíteni, hanem próbálom beépíteni, és azt mondom, figyelj, miért nem volt jó ez az előadás, vagy miből gondolod, szerinted hol csúsztam el, te hogy javítanál rajta, vagy bármi mást mondok, de semmiképpen nem kezdek el vetíteni, gonoszul, érdemtelen jelzőkkel illetni azt, aki nekem esetleg egy kritikát adott. A narcisztikus ember, amikor rád vetít, igaziból ő megmutatja a kártyáit, megmutatja, hogy ő kicsoda.
ő akkor saját magáról, a saját maga feldolgozatlan lelki terhéről, lelki sérüléseiről, érzéseiről, frusztrációiról, irigységéről, disszonanciáiról beszél. Na most akkor mondom, hogy nálam ez az én volt kapcsolatomban hogy volt. Rám állandóan rám vetítette az, hogy én irigy vagyok, önző vagyok. Nem, én se irigy, se önző nem vagyok. Egyáltalán, sőt, nagy nehézségeim voltak akkor határokat húzni, túl sokat is adtam magamból és mindenből. Tehát ha valaki irigy és önző volt, az ő volt a kapcsolatban, hiszen csak róla szólt minden. Egyedül és kizárólag róla szólt minden. A második nálunk az volt, hogy én kontrolláló vagyok. Hát, ha egy narcisztikus azt mondja nektek, hogy te kontrolláló vagy, azért, mert megkérdezed, ne haragudj, hol voltál, miért ilyen későn jöttél haza, merre tűntél el, stb. Normális kérdések, amelyet igaziból egy normális kapcsolatban meg se kellene kérdezni, mert olyan nincs, hogy valaki eltűnik valahova, valahol, aztán majd visszajön, vagy nem jön vissza, ahogy éppen kedve tartja, és mindenféle gyanús háttérmozgásokat érzel a háttérben. Szóval ezért kérdezed ezeket a dolgokat. Szóval, ha valaki azt mondja, hogy te ezért kontrolláló vagy, akkor neki igenis problémái vannak a kontrollal, hogy ő nem tud kontrollálni téged, hogy neki az a problémája, hogy maga az, hogy te ezt egyáltalán megkérdezted, ez az ő kontroll sémájában már nem fér bele. Nálunk az is volt, hogy engem csak a pénz érdekel. Engem csak a pénz. Hát engem csak a pénz érdekelt volna, akkor nem ezzel a munkanélkülivel lettem volna. Nem. Őt érdekelte csak a pénz. Nálam az is volt, hogy nem osztasz meg semmit, én nem osztok meg semmit. Nálam lakott. Nem. Ő neki nem volt semmije, amit velem meg tudott volna osztani, és ezért zavarta őt ez. És drága társaim, amikor azt mondják neked, hogy te megcsalod őket, az utolsó forintodig nyugodtan fogadhatsz abban, hogy ők csalnak meg. Magukat, a maguk megoldatlan delíriumait vetítik ki rád. És amikor engem is meggyanúsítottak, hogy én megcsalom, akkor már tudtam én is, hogy ő az, aki megcsal. Ahogy le is bukott a végén. Szóval, testvéreim az abszurditásban, ez a vetítés magából vetít egy másik felületre. Befeketítő kampány alatt, vagy amikor neked vetít. Nyugodtan állj ki magadért, nem fogadjuk el ezeket a jelzőket, én már annyira ismerem magam, ahogy ti is ismeritek magatokat, tudjátok pontosan, hogy kik vagyunk, mik vagyunk. Ilyen radikális jelzők már ránk nem jellemzőek, mert hogy a túróba eddig senki nem mondta, és te vagy az egyetlen ezen a világon, te narcisztikus, aki idejön, és ilyen dolgokat mond, ami teljesen ellentéte annak, amit mi tudunk, hogy kik vagyunk. Szóval nem fogadjuk el, viszont hálásak vagyunk, hálásak azért, hogy megmutatta magát. Ő az, akiről beszél. Ő pontosan az az irigy, az a sikertelen, tisztelet a kivételnek, önző, megcsaló, őszintétlen, hazudozó, kontrollmániás, igazságtalan, dupla mércés ember, aki téged megvádol ugyanezekkel a jelzőkkel. És pont erre gondolj, amikor ezeket hallod. Most megmondtad, hogy ki vagy. A saját jelzőiddel jellemzed magad. És akkor gondold át, hogy neked érdemese egy ilyen emberhez visszamenni, vagy egy ilyen emberrel maradni. Én az összes ilyen jelzőt, ami rám lett aggatva, rám lett címkézve, végig gondoltam, és most esett le nekem is a tantusz, hogy ő saját magát jellemezte. Mert bármit mondott, az nem én voltam egyáltalán, mind ahogy nem ti voltatok. Ennyi volt a mai videó, remélem ez segített. Várom a hozzászólásokat. Milyen jelzőket kaptatok ti, amelyeket visszautasítunk, egyáltalán nem fogadunk el. Sziasztok, itt fogjuk folytatni.